Sziasztok! Ahogy a címben is láthattátok a mai videóban, megmutatom nektek, hogy mik voltak a kedvenceim idén ősszel. Igaz, hogy még november van, de ettől függetlenül már összegyűlt elég sok olyan dolog, amit szeretnék nektek továbbadni. Annak ellenére, hogy ezt egy elég basic videótípusnak tartom, én is szeretek nézni kedvences videókat olyan emberektől, akikkel tudom, hogy egyezik az ízlésünk, vagy pedig csak kíváncsi vagyok, hogy miket is tartnak kedvenceinek. Szóval szerintem kezdjük is. Van pár tárgyi dolog kedvencem, és van pár nem tárgyi dolog kedvencem is. Most kezdjük talán az ilyen szépség cuccokkal, amik itt vannak mellettem. Méghozzá a kedvenc sminkjeim, az két rúzs volt. Az egyik, az ami éppen most van a számmal, ez egy Essence-es rúzs, méghozzá a Velvet Matte Lipstick 09-es árnyalatban. És demonstrálom is, hogy néz ki. Nagyon-nagyon tetszik az állaga és a színe is. És van egy kis illata, meggyes vagy cseresznyés szerintem. Legalábbis én arra tippelek, amit igazából amúgy nem lehet érezni, csak amikor felkenem, de ad hozzá egy kis pluszt. A másik kedvencem pedig az, ami az egyik előző videómban volt rajtam, amikor arról beszéltem, hogy milyen itt Leuvenben, mert hogy egy hónap után Leuvenben, és ez a MAC rúzs volt rajtam, aminek az árnyalata Mocha BC7. Szóval, hogyha bárkit érdekel, az volt rajtam. Ennek is nagyon hasonló, nagyon jó textúrája van, és ilyen barnásabb színű. Mind a kettőt nagyon szeretem azért, mert nem szárítja ki a számat, és mégis tartós, és tök jó szájhangsúlyos sminket lehet vele készíteni. A következő kedvencem az egy illat lesz, amit nem emlékszem, hogy volt-e már kedvences videóban, mert régebb óta megvan. Ez egy H&M-es ilyen testpermet. Az a neve, hogy The Library Body Mist. És Iris és Amber Leather illatú, nem tudom pontosan lefordítani, hogy vajon milyen illatok lehetnek, és ezt tavaly kaptuk karácsonyra, H&M-től, azt hiszem, hogy karácsonyra, és nagyon-nagyon tetszik az illata, mert nagyon különleges, én teljesen az őszhöz és a télhez tudom kötni, hogyha valaki tudja, hogy milyen az ilyen bőrillat, nem tudom, mert nincsen bőrillata nyilvánvalóan, viszont egy nagyon különleges, nagyon erős fűszeres illata van, ami szerintem jó például egy ilyen testpermet esetében, mert az alapvetően hamar elillan, viszont hogyha ilyen erősebb, akkor én úgy érzem, hogy hosszabb ideig tart, és most lehet, hogy itt lötyögtettem a mikrofon mellett. És mivel ugye tavaly télen hordtam, ezért idén is elkezdtem így ősszel télen ezt fújni magamra, és nagyon-nagyon szeretem, szóval, hogyha még kapható voltokban, akkor nézzétek meg mindenképpen, mert ezzel biztos, hogy nagyon különleges illatotok lesz. Aztán van még egy dolog, ami szépség kategóriába tartozik, és már régebb óta használom, sőt, az igazság, hogy már szinte el is fogyott. Ez egy Garnier-es harpakolás. Szóval, ez egy Garnier-es hajpakolás, a Macadam, szóval nem is tudom, hogy pontosan melyik a hivatalos neve. Hair Food, háromféleképpen is fel lehet használni, balzsamként, hajpakolásként, és ez egy harmadik. Vagy nem kiöblítendő ápolóként. Nem kiöblítendő ápolóként és maszkként még nem használtam, csak balzsamként, szóval megmosom a hajamat, rárakom, közben tusfürdőzök és aztán lemosom, és ez a makadámia diós fajta. És hát látjátok, az egészet elhasználtam, szóval szerintem ez már megvan nagyjából április-május óta, és mióta festem a hajam sokkal szárazabb, mint régebben volt egyértelműen, úgyhogy mindig kell rá valamit raknom, ami egy kicsit így ad neki kis feltöltődést, úgymond. És ez nagyon-nagyon jó volt, mert nagyon puhává tette a hajamat, úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani. Ezt nagyon tudom ajánlani. Az igazság, hogy van még két másik féle ízben, vagy nem tudom miben is. Egy banános és egy nem tudom még mi volt a másik. Mindegyiknek egy kicsit más a szerepe, de szerintem balzsamként az összes használható, és nekem eléggé bevált. Okay. Térjünk át akkor a ruhadarabokra, amik a kedvenceim voltak. Az egyik szintén az, ami rajtam van. Ez egy sima fehér, vagy hát ilyen inkább tört fehér garbós póló a Zarából. Elég basic,
és már régóta szerettem volna egy ilyet, úgyhogy ezért vettem meg. Szerintem egy csomó mindennel lehet összepasszintani, szóval tök jó, és ennyit tudok róla mondani. Nagyon jó anyaga van egyébként, és meg vagyok elégedve. Tudom, mi történt. Azért nézek ide, mert itt vannak a következő cuccok. Igazából az összeset most vettem nagyjából, és azért a kedvenceim. Remélem, hogy kedvenceim is maradnak. A másik kedvenc ruhadarabom az ez a sapka, és ezt úgy hívják, hogy Baker Boy Hat. És az az igazság, hogy valahogy úgy érzem, hogy minden ilyen trend, ami jön, az hozzám egy olyan kb. Egy másfél évvel később ér el, szóval ez már tavaly egy nagy divat volt, én meg annyira nem foglalkoztam vele, és most tetszett meg, szóval ez van, de nagyon sok esetben történik ez, hogy valami bejön, nem tetszik, vagy így nem érdekel, és amikor már így lecsengőben van, vagy így már egy ideje már olyan, hogy jó, már minden második embernek ez van, akkor tetszik meg nekem, szóval. Szóval nem csinálom túl jól ezt a divat tanácsadást, de nem baj, mert szerintem attól függetlenül, hogy kinek, mikor, mi jön be, mindenki azt hord, amit szeretne hordani. Én ezt vallom. A másik az pedig egy sál, amit még, igen, ez a sapka H&M-es, és ez a sál, ez pedig szintén zarás, és benne maradt egy másik sapka. Szóval, zarás. És nagyon jó puha, nem tudom, gondolom Magyarországon is ugyanazok a ruhák vannak, mint az itteni Zarában. Rengetegféle sál van, rengetegféle színben, mindegyik nagyon jó, puha és kellemes, és nekem a sálaknál nagyon fontos, hogy puha legyen és meleg, mert az a funkciója tulajdonképpen. Nagyon sok sál esetében ez így valahogy kimarad. De ez nagyon megtetszett nekem, úgyhogy megvettem egy ilyen kockás sál. Tudom ajánlani bárkinek, aki puha sálat keres. És jó, mert egy csomó mindenhez megy, szóval. Nagyon klassz. Klassz kis sál. Van egy pár sorozat, amit elkezdtem nézni mostanában. Opa. Vagy pedig folytattam, úgyhogy ezeket szeretném nagyon erősen továbbadni nektek, mert nagyon jók. Az első sorozat a Mindhunter, és az egyik itteni barátnőm ajánlotta nekem, hogy ő végignézte, nagyon jó, kezdjem el én is. A Netflixen van ez fenn, de gondolom egyébként bármilyen másik online videónéző oldalon megtalálhatjátok, hogyha van ilyen jó forrásotok. Maga a sorozat egy, azt hiszem, hogy igaz történeten alapul, ebben biztos vagyok, hogy igaz történeten alapul, a részletekben nem vagyok annyira biztos, hogy mennyire ragaszkodtak az eredeti történethez. A 70-es években játszódik, és nagyon ilyen pszichológiai és nyomozós beállítottságú, hogy úgy mondjam, ugyanis FBI ügynökökről szól, akik szeretnék egy kicsit így bevezetni, úgymond, a pszichológiai megközelítést mindenféle bűnügyeknek a feltárásába. Én nem tudtam, hogy korábban nem annyira foglalkoztak a bűnözőknek az elmeállapotával, vagy lelkiállapotával, hanem egyszerűen csak az volt, hogy oké, így született, ez van, egy rossz ember, akik a börtönbe, vagy valami hasonló, szóval, hogy nem néztek annyira utána, hogy kinek milyen úgymond mentális defektjei lehetnek, amik motiválják az ő rossz cselekedeteit. Szóval valaki elkövetett egy bűntényt, arról így megállapították, hogy oké, valami nem oké is nála, vagy csak így rossz ember, így született, így nevelték talán. És ennyivel lezárták az ügyet, nem mentek bele nagyon mélyebben, és a sorozat pont arról szól, hogy hogyan kezdik el így felderíteni ezeknek a bűnözőknek a hátterét. Szóval elmennek meginterjúvolni már börtönben ülő elég durva bűncselekményeket elkövető bűnözőket, és tulajdonképpen az egész sorozat arról szól, hogy építenek fel ilyen technikákat arra, hogy amikor valaki gyanúsított például milyen az ilyen interjúknál, vagyis hát, hogy hívják ezt valamikor, amikor vallatni visznek be valakit, akkor milyen technikákkal lehet módszeresebben kihúzni belőlük, hogy valójában ők követték-e el a tettet, vagy sem. Szóval szerintem nagyon érdekes, nagyon sokféle ilyen pszichológiai szempontból, hogyha valakit érdekel a pszichológia, akkor annak mindenképpen ajánlom, viszont azért kell egy kis gyomor hozzá, mert elég durva dolgok vannak benne, nem is csak feltétlenül látványilag, de úgy lelkileg is. Egy kicsit ilyen sötét és kicsit nyomasztó, viszont hogyha valaki szereti mondjuk a 70-es éveket, annak is tudom ajánlani, és valószínű, hogy lesz egy második évada, mert az egész sorozatban így építettek fel egy szálat,
ami valószínű, hogy a második évadban fog majd így beteljesedni, vagy nem is tudom. Egy másik sorozat, amit elkezdtem nézni, az a Suits, és ezt még nyáron kezdtem el. Megnéztem belőle egy vagy két részt, aztán valahogy így láttam, valószínű, hogy valami más néztem abban az időben, és nem annyira kötött ez le. Viszont most folytattam, mert egy csomó szabad időm van, amikor csak így a szobában így áll vagyok, és arra vágyom, hogy nézzek valamit. Úgyhogy ezt kezdtem el nézni, már megnéztem két évadot belőle közben, és nagyon-nagyon jó. Valahogy így mostanában mozzanak az ilyen nyomozós, meg ügyvédes, kicsit ilyen gondolkodósabb sorozatok, és ezt mindenkinek tudom ajánlani, akit kicsit érdekel mondjuk a jog, vagy így az ügyvédek, vagy szeretik az olyan sorozatokat, amik inkább az agyat mozgatják meg, és nem nagyon akció. Jó, azért ez is egy kicsit néha akciódús. Viszont nagy hangsúly van például az emberi kapcsolatokon, hogy milyen ügyet hogyan intéznek el, ez nekem mindig annyira csodálatos, hogy nem is tudom csak nézni, hogy így milyen ügyeket, vagy milyen technikákat, vagy milyen módszereket vesznek elő ahhoz, hogy megnyerjenek egy-egy ügyet. A szereplők szerintem nagyon jók, nagyon jók a párbeszédek benne, egy csomót lehet belőle tanulni, úgyhogy, és izgi, szóval én mindig várom, hogy folytathassam. És még két viccesebb sorozat, amit mostanában nézek, az a Brooklyn Nine-Nine és a Friends. Nem tudom, hogy ezekről kell-e bármi bővebbet mondani, hogyha szeretnétek jó vicces sorozatokat nézni, akkor ez a kettő, ez nagyon jó. Kicsit másfélék, szóval nekem a Friends az olyan volt, hogy egy kicsit néha, mint hogyha erőltetettek lettek volna a viccek. Egy ponton átfordult, egy ponton úgy éreztem, hogy nem, mégiscsak meg tud lepni. Talán így az első évadban, vagy így az elején volt csak olyan, de nagyon hozzám nőttek a szereplők, és olyan kis könnyed, szóval, hogyha szeretnétek néha egy ilyen álomvilágba átkerülni, ami azért hasonlít a való világhoz, akkor ezt nagyon tudom ajánlani. A Brooklyn Nine-Nine az pedig nagyon hasonlít a New Girlhöz, ezt is már ajánlottam korábban. Azt hittem, hogy ugyanazon az adón is megy mind a kettő, és volt egy ilyen crossover epizód is. Ennek a sorozatnak még csak az első évadában tartok, viszont nagyon tetszik. Ez egy olyan fajta vicces sorozat, amiben nem nevetnek, hogyha valaki ezt preferálja, bármint nem nevet a közönség a háttérben, viszont nagyon jó poénok vannak benne, halálian jó poénok, és nagyon jók ezek a karakterek is, úgyhogy kicsit szerintem mindenkinek másféle vicces sorozatok tetszenek, van akinek talán a Friends jön be, van akinek pont Brooklyn Nine-Nine, van akinek mind a kettő, mondjuk nekem, úgyhogy ezt a kettőt nagyon tudom ajánlani. Még volt pár gondolatom, nem, elköszönök, mert le fog merülni a kamerám, szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha nektek is van bármi őszi kedvencetek, akkor írjátok meg kommentben, hogyha nézitek bármelyik sorozatot, hogy akkor mi a véleményetek róluk, vagy hogy ha megvan bármelyik cucc ezek közül, akkor ezekről mi a véleményetek... bocsánat, csak büszke tudom arra. Akkor ezekről mi a véleményetek, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!